Az energiaárak jelentős emelkedése miatt más településekhez hasonlóan Tolnán is fontos takarékossági intézkedésekről döntött a vezetés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Annak ellenére, hogy a városban már évek óta nagy figyelmet szentelnek arra, hogy az épületeken olyan energetikai korszerűsítéseket hajtsanak végre, amikkel olcsóbbá tudják tenni a működést, a jelenlegi megnövekedett költségek mellett további tennivalókra van szükség. Az intézmények tekintetében egyébként 25%-os energiamegtakarítást irányoztunk elő. Ez minden intézmény vezető a saját hatáskörében dönt arról, nyilván a mi segítségünket, tehát nem engedjük el az intézményvezetők kezét, de ők döntik el tulajdonképpen ténylegesen, hogy ezt hogy hajtják végre. Például a polgármesteri hivatal munkarendje is meg fog változni, miszerint az 5. munkanapot hétfőtől csütörtökig fogják ledolgozni, tehát péntektől hétfő hajnalig nem kell majd az épületet fűteni, illetve azokban az intézményekben, ahol nem idősek vagy gyerekek tartózkodnak, ott 20 fokra maximalizálják a hőmérsékletet. Ahol gyerekek és idősek vannak, ott maximum 22 fok, tehát ott ez, azt gondoljuk, hogy azért az is nagyon fontos, hogy hiszen most már érezzük azt, hogy egyébként 20-21 fokban ülni sem kellemes egész nap is ott dolgozni, de azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a városban gyakorlatilag tudjuk a számlákat fizetni. A polgármester elmondta, hogy abban az esetben, ha az előírt intézkedéseket minden intézményben maradéktalanul betartják, akkor is több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak.